Beperelte a Porsche autógyárat Paul Walker lánya. A 16 éves Meadow Rain Walker szerint a sportautónak, amiben apját a halálos baleset érte, több tervezési hibája is volt, emiatt nem tudott kimászni Walker a kocsiból. Az egész világot bejárták a képek Paul Walker balesetének helyszínéről csaknem két éve. A halálos iramban 40 éves sztárja az anyósülésen ült egy Porsche-ban, amit egy barátja vezetett, amikor a sportautó több mint 150 km/órás sebességgel közlekedési lámpának és fának ütközött, majd kigyulladt. Mindketten a helyszínen meghaltak. Los Angeles megye serifjének hivatala vizsgálatot indított a baleset ügyében, amit tavaly zártak le. Arra jutottak, hogy a tragédiát nem műszaki hiba, hanem gyors hajtás okozta. A néhai hollywoodi sztár 16 éves lánya, Meadow Rain, aki egyébként apjának egyedüli örököse, nem nyugodott bele a vizsgálat eredményébe, ezért beperelte a Porsche gyárat. Szerinte ugyanis tervezési hibák miatt kellett apjának meghalnia. Az autónak például nem volt megfelelő a stabilitás szabályozó rendszere, és olyan berendezése sem volt, ami megakadályozhatta volna, hogy a gépkocsi kigyulladjon. Ha a Porsche Carrera-ból ezek nem hiányoztak volna, Paul Walker még ma is élne, olvasható a keresetben. Ráadásul a biztonsági öv olyan erővel tartotta vissza a színészt, hogy több bordája és a csípőcsontja is eltört. Emiatt Walker nem tudta elhagyni a járművet, még mielőtt a lángok felcsaptak. A Porsche egyelőre nem reagált. A színész barátjának, a gépkocsit vezető Roger Rodásznak özvegye már korábban beperelte a Porsche-t, ugyancsak műszaki hibákra hivatkozva. Ő az ütközésgátló rendszert és az üzemanyagtankot hibáztatta a tragédiáért.